éltünk. És a vitát sokszor az viszi félre, hogy amikor az államit hasonlítjuk össze a magánnal, akkor gyakorlatilag két pillér közötti logikai különbségeket vetítjük ki arra, minthogyha ez a tulajdon viszonyoktól függene. Miért rossz ez? Azért, mert hogyha a választási lehetőség csak abban merül ki, a jelenlegi pénztártalok számára, hogy maradnak-e a jelenlegi magánpénztári rendszerben, immáron tetőzve azzal a bizonytalansággal is, amit a mostani intézkedések okoznak, vagy pedig visszalépnek a felosztó kirovó rendszerbe, én ezt nem lehetőségként értékelem, hanem egy kényszernek, hiszen józan észre alig, ha fog valaki úgy dönteni, hogy ezek után a magánpénztárban marad. Ezzel viszont elveszik azok az előnyök is, amelyek az egyéni számlavezetésből fakadnak. Ez tehát nem választási lehetőség, hanem egy kényszer. Ha valódi változást akarunk, olyan, amelyik valódi választási lehetőség ad az emberek számára, akkor létre kell hozni a második pillérben is az állami pénztárat. Ez egy alternatívájának is tekinthető annak, amit mi eredetileg javasoltunk, a teljes magánpénztári portfólió, második pillérbeli magánpénztári portfólió állami kézbe helyezését, ha úgy tetszik, egy B-verzió, viszont ennek a lehetősége még mindig nyitva áll, ha, mint hallottuk, a kormány elvetette azt a lehetőséget, hogy a második pillért államosítsa. Én úgy gondolom, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy egy állami pénztár létrejön a második pillérben tőkefedezeti elven, ami egy versenyképes ajánlat lenne a szabad átlépés lehetőségével, hiszen garantáltan alacsonyabb működési költséggel működhetne, biztonságos befektetési politikát folytathatna, sőt, itt valóságos pénzügyi befektetési műveletekre nem is lesz szükség, hiszen egy virtuális számlavezetéssel az állampapír hozamok éves átlaghozamát nagyon egyszerűen jóvá lehet írni ezeken a számlákon. A logikája ugyanúgy működne, mint a mostani második pillérbeli magánpénztárak, állami kezelésben, az állam által nyújtott biztonsággal, sokkal alacsonyabb működési költséggel. Ha egy ilyen pénztár létrejönne, akkor alig ha lenne kérdés a legtöbb pénztártak számára, hogy a választása mi legyen. Ez valószínűleg végeredményben ugyanoda fog vezetni a magánnyugdíj pénztáraknak a második pillérből való eltűnéséhez, hiszen ezzel szemben nem tudnának versenyképes ajánlatot nyújtani. Azért tettem hozzá a második pillérre, mert természetesen a magánpénztárak a harmadik pillérbe az önkéntes választható alapon továbbra is megmaradhatnának, aki úgy dönt, hogy ilyen módon egészíti ki a jövendőbeli nyugdíját. Ami ellen mi hadakozunk az, hogy állami eszközökkel, jogszabály kényszerítő erejénél fogva tereljünk be közpénzeket a magánrendszerbe. Ennek kell véget vetni, és erre szól a mi javaslatunk is. Ilyen módon, hogyha egy második pillérbeli állami pénztárhoz irányítanánk, vagy irányítható lenne ez a járulék hányad, akkor a költségvetés is kedvezőbb helyzetbe kerülne, hiszen nem arról van szó, hogy konkrétan azt a pénzt be kell most fektetnie valahol, és ilyen módon kivonni addig is az államháztartásból, hanem a virtuális számla jóváírás révén ez a pénz, ez benne maradna az államháztartásban, tehát úgy biztosítana nagyobb biztonságot a pénztártagoknak, hogy egyben a költségvetést is éppen olyan módon és olyan mértékben, kedvezőbb mértékbe hozná, mint ahogy arra, amire a mostani javaslat irányul. És itt a félreértések elkerülése véget hangsúlyozom, hogy nem azt mondjuk, hogy az egész nyugdíjrendszert át kell alakítani tőkefedezeti rendszerűvé, hanem arról a hányadról, ami ma a magánnyugdíjak pénztáraknál landol, ami a jelenlegi tervek szerint a jövőbeli nyugdíjaknak kb. 25%-át fogja kitenni. Hiszen 75%-át a jövőbeli nyugdíjnak mindenképpen a felosztó kirovó rendszer fogja biztosítani. Ezzel a megoldással különösebb jogszabályi beavatkozás nélkül is létre tudunk hozni úgy egy új piaci szereplőt, ami viszont végeredményét tekintve alapvetően átírja a rendszert. Nem sértünk vele jogot, a versenyt erősítjük, és megoldaná az átlépést is, és végre anélkül, hogy az államnak bármiféle kompenzálási kötelezettsége lenne ezek után, hiszen megmaradnak mindazok az előnyök, amelyeket ma a jelenlegi rendszer, a tőkefedezeti rendszer biztosít úgy, hogy az ezzel járó kockázatokat viszont gyakorlatilag nullára csökkentjük. Ez lenne a valódi választás. Tehát ez lenne az a modell, amit mi javaslunk, ez a lehetséges B-verzió, amikor szintén három pillér lenne, ami a mostanihoz hasonlóan. Az első pillérben, úgy, ahogy most az állami
hatáskörben működne a felosztó kirúgó rendszer, a második pillérben, a tőkefedezeti rendszerben, ott a magánpénztárak mellett megjelen egy állami pénztár is, a harmadik pillér természetesen maradna magán kézben, önkéntes alapon. Ami fontos, hogy a második pillérbeli állami pénztárnak a működése éppen úgy nem igényelne költségvetési transfert, nem rontaná a költségvetés egyenlegét, mint ahogy az a felosztó kirúgó rendszernél is van. Úgy gondolom, ez egy olyan tiszta helyzetet eredményezne, amelyik jó lenne az államnak, jó lenne a pénztártagoknak, és jó lenne a jövő nyugdíjasoknak is. Egy valakinek nem lenne jó, azoknak a pénzügyi köröknek, akik ma ezt a portfóliót kezelik. Nekik megmarad vigaszképpen a harmadik pillér, és sok sikert kívánunk hozzá. Hadd egészítsem ki ezt még egy olyan javaslattal, és itt visszautalnék Schneider Tamás képviselőtársam felszólalására, hogy toldozgathatjuk, foldozgathatjuk akárhogy a nyugdíjrendszert, beszélhetünk ilyen modellről, olyan modellről, egy valamit egyik modell sem old meg, az előregedésnek a problémáját, a demográfiai problémát. Tehát bármilyen nyugdíjrendszerről is beszélünk, és hogyha hosszú távú megoldást akarunk, ez csak akkor lehetséges, hogyha sikerül elérni a kívánt demográfiai fordulatot. Magyarul több gyereknek kell születnie. És erre vonatkozóan nekünk a választási programunkban is volt egy javaslatunk, ezt megismétlem, hozzátéve azt, hogy mi tiszteletben tartjuk a szerzői jogot, ez először a kereszténydemokraták szellemi műhelyében fogalmazódott meg. Mi örömmel veszünk, hogyha a mi javaslataink megvalósításánál is a szerzői jog az önök megemlítik. Tehát mi ezt nem titkoljuk, hogy ez nekünk megtetszett a kereszténydemokrata néppártnak egy korábbi műhely munkájából, hogy vezessük be a úgynevezett szülőtartási járulékot a jövőre nézve. Tehát azt, hogyha egy család gyermekeket vállal, őket fölneveli, és belőlük munkavállalók lesznek, akkor ők a közben idős emberekké nyugdíjassá vált szüleik részére a személyi jövedelem adójuknak egy meghatározott százalékát közvetlenül át tudják irányítani. Ezzel ugyanis kiküszöböljük azt a problémát, amely minden jótékony hatása mellett egy kedvezőtlen mellékhatás a modern társadalombiztosítási rendszereknek, azt, hogy megszűnt a generációk közötti szolidaritás. Tehát a klasszikus társadalmakban nem volt kérdés, hogy ha valaki egzisztenciális biztonságot akart magának idős korára, ahhoz sok gyermeket kellett szülni, illetve felnevelni. Ha ezt a rendszert megvalósítanánk ezzel a szülőtartási járulékkal, akkor ebből tudnánk visszahozni valami elemet, és ez összhangban azzal a család adókedvezményekkel, amelyek szintén napirenden lesznek nem sokára, és amiket mi egy nagyon komoly előrelépésnek, mérföldkőnek tekintünk, mind a mértékét, mind az irányát tekintve, hogyha emellé egy ilyen rendszer is párosulna, akkor ez már kellő motivációt adhatna arra, hogy a magyar családok több gyerek felnevelésére vállalkozzalak. Ez valódi fordulat lenne. És hogy a vita summázatakét azt mindenképpen el kell mondanom, hogy mint az előzőkben is láthatják, komoly kritikákkal illetjük a mostani előterjesztést, elsősorban annak hiányosságai miatt, illetve azok az elemek miatt, amik ma még hiányoznak a képből. A mellettünk ülő frakció is élesen kritizál egészen más okokból. Azt tegyük világossá. Az MSZP a régi rendszert védi, a mostani rendszernek a fenntartása mellett kardoskodik. Mi nem. Ellenkezőleg mi a valódi gyökeres változást szorgalmazzuk, ami messze túlmegy azon, mint amit a jelenlegi előterjesztés takar, és ami a politikai nyilatkozatokból kiolvasható. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Seiring Gábornak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kormányoldal. Rögtön az elején szeretnék két félreértést, hogy ne hazugságot mondjak, tisztázni. Az egyik az lenne, hogy itt rendszervitáról lenne szó, a másik pedig az lenne, hogy pénzügyi kényszerről van szó. Ugyanis jelen előterjesztés, jelen napirendi pont nem arról szól, hogy mit gondolunk az állami versus magán nyugdíjpénztári rendszerekről, nem arról szól, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani az áttérést a magán nyugdíjpénztári rendszerből az állami nyugdíjrendszerbe,
hanem arról az előterjesztésről szól, amit önök beterjesztettek. Abban a beterjesztésben egy betű nincsen arról, hogy hogyan fogják ezt az átállást lemenedzselni. Tehát nagyon szépen kérem önöket, hogy azokat a ködösítő szólamokat, amelyek arról szólnak, hogy mennyire nagy baj van azzal, hogy itt jogi kényszerrel az emberek pénzét a tőzsdére viszik, ami nyilván nagyon szépen hangzik, és nyilván nagyon megijednek majd tőle a nyugdíjasok, de ne erről beszélnek, kérem, ne erről beszélnek, hanem arról beszélnek, amiről az előterjesztés szól. Beszélgethetnénk valóban arról is, hogy mennyi baj van a magánnyugdíjkasszák jelenlegi rendszerével, ahogy Magyarországon az működik. És elvi szinten elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy előkészítsünk egy visszatérést valamilyen formájú állami nyugdíjkasszába. De nincsen szó az önök előterjesztésében arról például, hogy hogyan kívánják bevezetni a virtuális számlás rendszert az állami nyugdíj szisztémában. Nincsen erről szó, pedig hogyha erről beszélnénk, akkor ez lenne az első pont, amit érinteni kellene. Arról is beszélgethetnénk nyilván, amit önök is emlegetnek, hogy magas a költségszintje a magánnyugdíjkasszának, meg arról is beszélgethetnénk, hogy mennyire alacsonyak a hozamok, és ezekben valószínű, hogy egyetértünk önökkel. De mondom még egyszer, ez a napirendi pont, ez nem erről szól. Ez a napirendi pont arról a beterjesztésről szól, hogy önök enstandolnak 14 havi befizetést a magánnyugdíj kasszába, és eltérítik, és nem mondják meg, hogy hova. Erről szól ez a beterjesztés, úgyhogy erről beszéljünk. Aztán a másik félreértés, amit szeretnék eloszlatni, az pedig az, hogy erre azért van szükség, mert pénzügyi kényszer van. Ha pénzügyi kényszer lenne, akkor az LMP, a fenntarthatóság pártja, a pénzügyi fenntarthatóság oldalára állna, mint ahogy ezt eddig is kifejtettük, támogatjuk a hiánycél tartását, támogatjuk a pénzügyi fenntarthatóságot, de nem erről van szó, nem ez az indok. Az indok az, hogy önök 4-500 milliárd forintos lyukat vernek a költségvetés bevételi oldalán egy teljesen perverz és hibás adóreformmal. Egy olyan adóreformmal, amiről már nagyon sokat vitáztunk, és sem kívánom újra itt az érveket felhozni, hogy ez mennyire antiszolidáris, és mennyire nem képes munkahelyeket teremteni, és ezt most már Kopis György, a költségvetési tanács elnöke is megerősítette, ez a valódi indok, ami miatt erre a beterjesztésre szükség van. Ehhez a lyukhoz keresik most azokat a forrásokat, amikkel ezt a lyukat be lehetne tömni. Tehát az az érvelés, hogy egyszer csak találtak egy nagy lyukat, az egyszerűen nem igaz. Találtak lyukat, mert önök ássák. Igen, erről van szó. Tehát ez az indok, ez egyszerűen nem állja meg a helyét, tehát erről szintén feledkezzenek meg az érvelésben, arról kérem önöket, különben nagyon-nagyon rossz verbális stratégiáknak ágyaznak meg a közeljövőben. Akkor miről van szó valójában? Miről szól ez az előttünk fekvő törvénymódosító javaslat? Ez a törvénymódosító javaslat egyszerűen arról szól, hogy X összeget, ahogy hallottuk, havi 10.000 forintnyi összeget nagyjából, 14 hónapra előre meg nem mondott céllal, előre meg nem mondott irányjal eltérítenek az állami nyugdíjkasszába. Ugyanis a törvényben nincsen arról szó, hogy hogyan kerül ez majd elszámolásra. De mielőtt erre itt rátérnék, két részletkérdés is felmerül, ami talán eddig nem érintettek. Az egyik az, hogy arra a kérdésre sem válaszolnak, hogy mi van azokkal, akik ebben az időszakban kezdik meg a járulékfizetést, vagy mi van azokkal, akik ebben az időszakban mennek nyugdíjba. Nem tudjuk, hogy mit kívánnak tenni ezekkel az emberekkel. Ez egy óriási kockázat, és joggal merül fel itt, hogy a jogbiztonság elve sérül. Szintén nem beszélnek arról, hogy mi lesz akkor, hogyha a joggal kritizálható magánnyugdíjkasszák nem tudják fenntartani, nem tudják fedezni a működési költségeiket. Ezeket ugyanis jelenleg abból a forrásból fedeztek részben, amelyeket az államtól átutalásként megkaptak. Viszont hogyha nem fogják tudni fedezni ezeket a költségeket, és ezt nem orvosolják valahogy, amiben mondom még egyszer, egy betű nincsen ebben az előterjesztésben, akkor fennáll annak a veszélye, hogy egyszerűen elkezdik likvidálni majd azokat a megtakarításokat, amiket most a magánnyugdíjkasszába befizetésre kötelezett állampolgárok ebben a magánnyugdíjkasszákban felhalmoztak. De azzal, hogy önök egyszerűen enstandolják azt az